Rimaszombatban nyílt kihelyezett irodája a Beszterczebányai megyei önkormányzat fejlesztési ügynökségének. Tento kraj má veľmi veľa možností. Má úrodnú pôdu, má priestor, kde sa môže rozvíjať. A preto, aby sme sa priblížili tomuto kraju a počuli ho a vnímali ho, preto otvárame túto kanceláriu, kde ľudia budú mať bližšie k tomu, aby nám povedali, čo potrebujú a my to mohli zrealizovať. Szeptember elején indult azzal a küldetéssel, hogy a központi irodának, ami Besztercén van, a régiófejlesztési ügynökségünknek a kihelyezett részlege, feladata az öt lemaradott, leszakadó régiónak a felkarolása, ez öt járást érint, a Nagykürtösit, a Losoncit, a Poltárit, a Rimaszombatit és a Rőceit, ezeknek a problémájával foglalkozzon, illetve azt a feladatot kaptuk még az elnök úrtól, hogy segítsünk be minden olyan infrastruktúrális fejlesztésbe, amelyekben vagy a megye, vagy a megye területén ebben a régióban lévő község van bekapcsolva. A régiófejlesztési ügynökség létrehozásáról még áprilisban tárgyaltak a Beszterczebányai megyei önkormányzat képviselői. Azóta a régiófejlesztési ügynökség non-profit szervezet bejegyzésre került. Támogatásként a megyei költségvetés 1%-át, azaz 1,7 millió eurót kapott a megyei önkormányzattól. Vannak már konkrét projektok, programok is, amit már elkezdett megye dolgozni, és a kihelyezett irodában ülő munkatársunkkal együtt fogják ezt megvalósítani. Nagyon fontos a határon átnyúló együttműködés Magyarországgal. Szeretnénk az ipolyhidakat, valamint a száraz határátkelőket is megépíteni, valamint nagyon nagy probléma nem csak itt délen, de itt halmazottan, a másra és harmadosztályú útjainknak a rossz állapota. Az iroda hivatalos átadását követően a megye elnök és csapata, valamint a térségből megjelent polgármesterek között kötetlen beszélgetésre került sor, ahol elsősorban a térség problémáira mutattak rá az érintettek. Az elnöki megbízott kihelyezett székhelye Rimaszombat főterén hétfőtől péntekig várja a térség képviselőit, polgármestereit.